Kultúrpontot látják, köszöntöm Önöket. A 20. század elejé magyar avantgárd költészet két fontos, de kevésbé ismert alakjának állít emléket az Óbudai Kassák Múzeum új kiállítása. A Csodálatos Történet című tárlat Újvári Erzsi és férje Barta Sándor hagyatékából válogat. Életútjukon keresztül pedig a korabeli társadalmi viszonyokról is képet kaphatunk. Lázadás, a hagyományos művészeti formák felbontása és új kifejezésmódok keresése jellemezte a 20. század elején kibontakozó avantgárd törekvéseket, amelyek a művészet minden területén éreztették hatásukat. Újvári Erzsi és férje Barta Sándor az irodalom a költészet területén képviselt radikálisan új szemléletmódot. A művész házaspár élete tele van különleges fordulatokkal, ezeket is megismerhetik a látogatók a Kassák Múzeum Csodálatos Történet című kiállításán. A címben szereplő Csodálatos Történet Barta Sándornak egy utópikus, tulajdonképpen sci-fi regényére utal, amely Dante isteni színjátékának egy avantgárd proletkultos újraírása, ahol a pokol és a mennyország bemutatásán keresztül ábrázolja a kapitalista társadalmat, Barta tulajdonképpen. A címben, tehát a kiállítás címében viszont a Csodálatos Történetet kérdőjellel szerepeltetjük, azért, hogy rámutassunk azokra a problémákra, azokra az ellentmondásokra, és arra rengeteg kérdésre, amely ezzel a páros életművel kapcsolatban felmerül, hiszen itt a 20. század első felét átfogó életművekről van szó. A 10-es években avantgárd költőkről beszélünk Budapesten, aztán a 20-as évek elején bécsi emigrációban egy avantgárd felől egyre inkább a proletkult irányába eltolódó költészeti programot láthatunk, és aztán a 20-as évek második felétől pedig ők a Szovjetunióba költöznek, és hát ott fejtik ki tevékenységüket, egyre inkább szocialista, realista paradigmára gondolva, egy elsősorban mint Bartára utalnék, Újvári pedig elhallgat költőként. A kiállítás a művészpár közelmúltban megvásárolt hagyatékát, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Kassák Múzeum gyűjteményében őrzött dokumentumokat tárja látogatók elé. A kiállítás rendkívül izgalmas anyaggal dolgozik, hiszen egy frissen bekerült gyűjteményi anyagról van szó, amely maguktól az örökösöktől, tehát Barta és Újvári leszármazottaitól került a múzeumba, és arra vállalkoztunk, hogy ezt grafikákkal, festményekkel, avantgárd folyóiratokkal, fotomontázsokkal kiegészítve, tulajdonképpen a teljesség igényére törekedve bemutassuk, de ugyanakkor a látogató számára is egy jól érthető, izgalmas narratívába ágyazza a kiállítás. Ezt a két egyébként nagyon összetett életművet, több száz archívumi dokumentumról van szó, amelyet itt elrendeztünk. Így néz ki Újvári Erzsi 1921-ben megjelent kötete, amelynek borítóját Kassák Lajos, a költőnő bátyja tervezte. Tulajdonképpen szabad versekre érdemes gondolni, amelyek alapvetően expresszionista hatást tükröznek, tehát érzetek, a tájak, szereplők, filmmontásszerű vágásairól beszélünk, és mindezt költészetben. A 1910-es évek újvári költeményeinek a megértéséhez ezeket a Bortnyik Sándor illusztrációkat érdemes figyelembe venni. Ezek közvetlenül újvári versei illusztrálják, bár végül nem jelentek meg, tehát nem ezek a végső soron a kötet illusztrációi, de mégis nagyon jól tükrözik ezek a korai Bortnyik munkák, ugye Bortnyik avantgárd festőként teljesedett ki a Kassák Lajos körében, és aztán eltávolodott onnan. Ahogy látható, ezek gyerekrajzokat imitáló avantgárd esztétikát mozgósító grafikák, amelyek nagyon jól illenek az újvári versekhez, hangulatukban, technikájukban is, de témájukat tekintve is, ugyanis ezek az újvári versek, amelyek az első világháború időszakában keletkeztek, a hátországbeli nők tapasztalatait interpretálják. Barta Sándor expresszionista és dadaista munkáival tűnt ki. Szövegei provokatívak voltak,
amelyek a közönséget is megmozgatták. A tárlat a magyar avantgárd alkotók írói pályáján keresztül az 1910-es és 30-as évek közötti időszak művészettörténeti és társadalmi változásairól is képet ad. Ahhoz, hogy azt a nagyon komoly gyűjteményi anyagot, amely a családtól, tehát a leszármazottaktól beérkezett a Kassák Múzeumba, be tudjuk mutatni, ugyanakkor a, hát ne nyomja agyon ez a sok száz archívumi anyaga kiállítást, úgy döntöttünk, hogy egy picit a látogatót is bevonjuk magába a kutatásba, tehát ahogy végül is mi találkoztunk ezekkel az iratokkal, ezekkel a dobozokkal, és ami tényleg egy kutatás kezdete számunkra is, annak ellenére, hogy a kiállítás egy átfogó, és tehát mély fúrásokat is tartalmazó, de átfogó kiállítás. Nagyon sok a kérdőjel, ugye a kiállítás címében is van egy kérdőjel, hogy mennyire volt csodálatos ez a történet, és a látogatót arra invitáljuk, hogy nézzünk bele ezekbe az archív anyagokba. Barta Sándor orosz nyelven kiadott, tehát már nyilván a szovjet időszakban orosz nyelven, illetve részben német nyelven kiadott kiadványait látjuk. Ugye Barta, mint számos más kollégája, aki ugye a Szovjetunió felé gravitált, nem elsősorban magyar nyelvű szerzőként, vagy orosz nyelvű szerzőként működtek, hanem ők a globálisan kívánták elérni a munkásosztályt, vagy hát a különböző mozgalmakat, és erről láthatók eddig nagy részt ismeretlen dokumentumok. Itt ez egy jellegzetes archívumi anyag, amivel a látogatók általában nem találkoznak. Tehát ez a múzeológusok, történészek területe alapvetően a megsárgult, megcsócsált, vagy hát ilyen idő rágta, lehet, hogy részben egér rágta gépiratok, kéziratok világa, de mi ezt megmutatjuk a látogató számára azért is, mert ez is az életművekhez, tehát az újvári Barta életműhöz nagyon erősen hozzátartozik, hogy még mindig rengeteg mindent nem tudunk az ő szovjetunióbeli működésükről. Barta Sándort egy koncepciós perben elítélték, majd kivégezték a Szovjetunióban. Dobó Gábor, a kiállítás kurátora azt mondja, Újvári Erzsi és férje Barta Sándor életműve még a Kádár korszakban is nehéz örökségnek számított, műveiket azonban azóta ismét kiadták. Úton. Ez a címe a Hegyvidéki Kulturális Szalon új kiállításának, amely Vonkereső fotográfus és operatőr alkotásait mutatja be. A képek távoli országokba és kultúrákba kalauzolják el a nézőket. Vonkereső szinte az egész világot bejárta. Bőröngyéből az útlevél mellett sohasem hiányozhatott a kamera vagy a fényképezőgép. Keleti utazásainak most bárki részese lehet. A Hegyvidéki Kulturális Szalomban bemutatott Úton című kiállításon, képletesen persze, akár Perúba, Indiába és Tibetbe is eljuthatnak a nézők. Vonkereső előbb lett operatőr és csak azután kezdett fotózással foglalkozni. Háborús övezetekben és nyomortelepeken is járt. Azt mondja, a fényképek segítségével megpróbálta megmutatni, hogy milyen sok színű világban élünk. Külön figyelmet fordított arra is, hogy a megörökített személyeket a maguk valójában és a maguk méltóságában ábrázolja. Az egész életem az egyik legfontosabb dolgot számomra az a fajta felelősség a lefotózott emberrel szemben. Tehát nekünk borzasztó könnyű újságíróknak, tévéseknek, mert fölünk az első repülőgépre, az, amelyik ő meg ott maradt. Tehát minden alkalommal, bár személyes kapcsolat nem köt egyikesse, de mindenki megpróbáltam kommunikálni előtte. Tehát én se nem fényképezek le senki olyat, aki beteg, vagy olyan értelmű beteg. Van két képen koldus is, de azokat is próbáltam a maguk méltóságában megörökíteni. Tehát én megpróbálom mindenkivel kommunikálni előtte, és úgy lefényképezni. És hát nyilván, amíg fényképezem, addig van egy természetesen egyfajta kötődés. Vonkeresőt sohasem a szenzációkeresés motiválta. Fotóit az emberközpontúság és egyfajta humanizmus jellemzi. Önöket és engem, mint nézőt, Vonkereső felnőttként kezel. Nem kiabál bele a fülembe.
nem kiabálja azt, hogy milyen egzotikus tájon járt, és milyen nyomorúságos körülményeket talált ott, és nem próbál meg egy agresszív fotósorozattal engem meggyőzni arról, hogy milyen veszélyek közepette dolgozott. Hagyja, hogy én a saját világommal együtt belemenjek az ő világába. Hogy el tudjam képzelni azt, hogy amikor ő ezeket a felvételeket készítette, milyen érzés volt benne, mire reagált, vagy hogy élnek ott az emberek, milyen a kultúrájuk. Hagyja, hogy a saját fantáziám szerint befejezzek esetleg egy mozdulatsort, amit ő lefényképezett. Nem szaradt el a régió pelemére, és nem próbált meg nyomorúságos körülmények között vergődő embereket fényképezni, hogy elszaladjon vele egy fotókiállításra vagy a sajtóba, és telekiabálja azt, hogy ő hol dolgozott. Kaiser Otto szerint fontos lenne, hogy a vonkereső által is képviselt harmonikus ábrázolásmódra törekvő fotográfiai műfaj nagyobb figyelmet kapjon. Vagyunk néhányan, aki úgy gondoljuk a magyar fotográfiában is, akik úgy gondoljuk, hogy az Isten valóban a dokumentációra küldte közénk azt a műfajt, ami a fényképezés. De talán nem gondolkodott ilyen kizárólagosságban. Azokban az országokban, ahol mondjuk jobban dübörög a divatfotó, a reklámfotó, vagy van egy Hollywoodjuk, és a portrékkal kapcsolatban is vannak elvárások, van benne pénz, hogy a műtárgy, vagy az épületfotó olyan magas szintre jutott, hogy hatalmas potentátok vannak benne, és nagyon sikeres fotográfusok. Ott egy kicsit jobban kiegyenlítődik ez a probléma a fotográfián belül. Nálunk ez nem így van, és ezért én személy szerint egy kicsit aggódom, és próbálok a körülöttem lévő emberekkel, fotográfusokkal egy picit karöltve tenni azért, hogy ez a műfaj, amit Rezső gyönyörűen műfelt, úgy tűnik, hogy egész életében, hiszen többféle évből és korszakból látunk képeket, hogy ez a műfaj egy kicsit levegőhöz jusson. Vonkereső úton című kiállítása március 3-áig tekinthető meg a Hegyvidéki Kulturális Szalonban. Megújul az Aquincumi Múzeum. A fejlesztésnek köszönhetően több attrakcióval találkozhatnak a látogatók a jövőben. A részletekkel kapcsolatban Láng Orsolyát, a múzeum igazgatóját kérdezem a következő percekben. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy ismét eljött hozzánk. Ugye ez a nagy volumenű, vagy viszonylag nagy volumenű projekt már elindult a sétány fejlesztésével, ott a Szentendrei út mentén megújul a múzeum kerítése, illetve a múzeum főbejárata is, de hogyan kell elképzelni ezt majd a jövőben? Látványterveket már láttunk erről. Mennyiben változik majd a karaktere, a megjelenése a múzeum egészének azzal, hogy ezt a teremterületet, ha úgy tetszik, átalakítják? Én azt gondolom, hogy nagyon markáns változás lesz, és egy minőségi ugrás lesz a múzeum külső képe tekintetében. Tudnék, egy nagyon régi adósságot törleszt ezzel a múzeum. Ugye mindenki, aki járt már valaha az Aquincumi Múzeumban, tudja, hogy egy hatalmas területről van szó, egy közel 10 hektáros területről, amely fokozatosan érte el azt a méretét, amit ma a régészeti park néven ismerünk. Először csak az a mag volt, ahol a konkrét romok láthatók, majd utána a déli irányba bővült, főleg a rendszerváltozás után, és ma már elérte azt a nagyságot, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy szinte 4 utca határolja, vagy 4 út és utca határolja, ugye a Szentendrei út, a Záhony utca, a Sújtás utca és a Keled út, tehát egy latin szóval érve egy inzulát foglalunk el. Ugyanakkor és belül számos fejlesztésre sor került az elmúlt években, tehát én azt gondolom, hogy tényleg egy 21. századi régészeti park fogadja ma a látogatókat. Ugyanakkor viszont a külső képe, a külső kerete nem tudott eddig lépést tartani ezzel a megújulással, tehát hiába van bent csupa érdekes és értékes dolog, és hiába próbálunk a lehető legszínvonalasabb módon kiállításokat és rendezvényeket tartani, ha kívülről ezt nem tudjuk közvetíteni az arra közlekedőknek, legyenek ezek autóval, vagy pedig gyalogosan közlekedők. Tehát mindenképpen egy nagyon régi célunk és álmunk volt, hogy valamiféle egységes építészeti keretbe lehessen foglalni ezt a hatalmas területet, és egyúttal információkat is tudjunk átadni az arra közlekedőknek, valamint olyan módon kifordítani a múzeumot, hogy be is tudjuk csalogatni azokat, akik esetleg nem szándékoztak bejönni a múzeumba, de ott haladnak el. Tehát kvázi kinyitják a múzeumot.
térben. Így van, pontosan erről van szó, tehát megpróbálunk már kifelé bemutatni abból pár dolgot a látogatóknak, egész pontosan a még nem látogató látogatóknak, amelyek kedvet is tudunk csinálni egyúttal ahhoz, hogy betérjenek a múzeumban. Tehát ez a látványsétány kialakítás, ami tulajdonképpen egy közterületnek az átalakítása lesz részben, hiszen a múzeum belső területén is lesz ehhez kapcsolódóan fejlesztés. Ez tulajdonképpen ezt a célt szolgálja, hogy a múzeumot egy kicsit kifelé attraktívabbá tegye a látogatók számára. Ez hogyan néz majd ki? Tehát hogyan lesz attraktívabb ez a terület? Igen, tehát ez egy nagyon hosszú folyamat egyébként, rengeteg tervezésbe és együtt gondolkodásba került. Már 2015-ben elkezdődtek a tervezési munkálatok, akkor a Műszaki Egyetem építészeti tanszékével közösen ötletpályázat keretében kezdődött el ez a munka. Nagyon tehetséges, akkor PhD-s hallgatókkal kezdtünk el dolgozni, és ebből nőtte ki magát az a tervező csapat, aki végül is aztán a kiviteli terveket elkészítette, amelynek a célja az, hogy egyfelől ezt a nagyon heterogén kerítés hálózatot, ami tulajdonképpen elsősorban a Szentendre út felőli oldalon határolja a múzeumot, ezt egy egységes, modern, korszerű kerítéssé változtatni, de nem csak egy egyszerű kerítéssé, hanem ezt felhasználva különböző információs paneleket, interaktív felületeket nyújtunk a látogatóknak. Ez azt jelenti, hogy délfelől északra, északi irányba haladva, azokon a pontokon, ahol a római városnak valamilyen markáns, jellegzetes emléke található a föld alatt, de mondjuk ez például a Szentendre úton nem látszik, akkor ezeket valamilyen módon jelezzük a látogatóknak. Így például rögtön, ahol az új bejárati része lesz a múzeumnak, az új kapuja, az nagyjából pont, szinte pont ugyanoda esik, ahol a római városnak is a déli város kapuja volt, és erre egyfelől burkolati jelekkel hívjuk majd fel a figyelmet, illetve lesz információs panel, szöveges és képi megjelenítése is ennek az egykori római kapunak, és maga a kapuszárny, vagy a kapu konstrukció, ami most épül, az pedig magának a római városnak a teljes alaprajzát be fogja mutatni hatalmas nagy méretben. Tehát az ide érkező rögtön a római város alaprajzával fog találkozni, amikor megérkezik a városhoz, illetve a régészeti park bejáratához, és aztán észak felé haladva azokon a pontokon, ahol a római városnak egy-egy jellegzetes eleme van, ott továbbra is különböző képi és szöveges információk lesznek kihelyezve, egészen a Keled útig. Természetesen most csak egy együttem tud ebből megvalósulni, hiszen ez nyilván anyagilag is egy hatalmas nagy beruházás lenne, és első ütemben most a legkritikusabb szakaszt fogjuk rendezni, ami a múzeum déli határától a Romkert széléig tart, és utána aztán reményeink szerint haladunk tovább az ütemekkel. A tervek készen vannak. És a projekt részeként nyílik majd egy új állandó kiállítás is a múzeum főépületében. Ez mit mutat majd be a terület múltjából? Igen, a pályázat keretében több elemet vállaltunk, ráadásul nem csak a múzeum területén, hanem Óbuda más pontjain is. Ez az állandó kiállítás, ez tulajdonképpen a római limes, tehát a római határvédelemmel foglalkozik majd, hiszen maga a pályázat is elsősorban a római határvidék és a római limes turisztikai attrakció fejlesztését célozta. Úgyhogy ilyen módon a kiállítás elsősorban az aquincumi limes szakasz vagy határ szakasznak a történetét dolgozza fel. Katonaságról, római táborokról, fegyverekről, egyebekről lesz szó benne. Lesz egy hagyományosabb kiállító tér része ennek a bemutatónak, tehát olyan tárgyakat fogunk kiállítani, amelyek elsősorban tehát fegyverek, katonai felszerelések, bármilyen módon kapcsolatban vannak a római határvédelem történetével. Köztük nagyon sok olyan tárgyal, amivel eddig nem találkozhatott a látogatóközönség, és lesz egy interaktív része ennek a kiállításnak, ahol elsősorban VR szemüveges megoldással fogunk bemutatni a látogatóknak a római táboron belüli épületeket, helységeket, így például betekintést nyerhetnek egy római barakba, egy berendezett, igazi berendezett barakba, lesz római fürdőrészletünk, lesz római mitrásszentély részletünk, illetve az egész tér, ez tulajdonképpen a római tábornak a belső tereit fogja mutatni, úgyhogy nagyon reménykedünk abban, hogy ez vissza fogja idézni azt a valódi katonaság történettel összefüggő hangulatot, ami egyébként eddig hiányzott a múzeum repertoáriából. És ahogy már említette az előzőekben, a fejlesztés nem csak a múzeum területére korlátozódik, hanem a harmadik kerületben található vagy lévő római kori emlékeket is érinti részben, melyek ezek, és ezeket hogyan próbálják láthatóvá tenni azok számára, akik esetleg jártukban, keltükben nem vették őket észre, vagy nem tudnak a történetükről túl sokat. Igen, tehát ugye Óbudán nem csak az aquincumi polgárváros romjai találhatók, hanem elszórtan a tábor, illetve a katonaváros romjai is, ezek azonban mozaikszerűen ágyazódnak be Óbuda mai képébe, látképébe. És a pályázat keretében, amely egyébként egy konzorciális módon valósul meg, tehát partnerünk itt Óbuda-Békás megye önkormányzata is többek között, velük együttműködésben további Óbuda
óbudai emlékeknek a fejlesztését és a hasznosítását tűztük ki célul. Így két olyan római emléket választottunk, amely ikonikus emléke Óbudának, és azért a turisták így is most is szép számmal felkeresik. Az egyik ilyen a római tábor keleti kapuja a Kórház utcánál, ami egy felépített, rekonstruált kapu ma is ebben a formájában látható. Ide kikerült egy nagyon érdekes és különleges plexi rekonstrukciós tábla egy fotózási ponttal, tehát ez nagyon szépen visszaadja egyébként a rekonstruált képét a kapunak, illetve a másik a Nagyszombat utcai amfiteátrum, ugye a nagyobbik amfiteátrumunk a katonai amfiteátrum, ami szintén egy nagyon ikonikus római emléke Óbudának. Ide szintén kikerült egy ilyen plexi tábla, illetve mind a két ponton egy-egy virtuális valóságot valamilyen módon modellező mobil applikáció fejlesztésére is sor került, amelynek keretében a látogatónak lehetősége lesz arra, hogy a saját mobiltelefonjával meglátogatva ezeket a helyszíneket, amit kint romként lát, azt a telefonjával körbeforgatva, felépítve fogja látni, és ehhez további szöveges és képi információkat is fog kapni. Ez az applikáció is gyakorlatilag most már a finishben van, néhány hét múlva ez is élesíthető lesz. Tehát olyan különböző más típusú fejlesztéseket is kapcsoltunk ehhez a pályázathoz közösen az Óbuda Békásmegyeri Önkormányzattal, amelyek ilyen módon is népszerűbbé és ismertebbé fogják tudni Óbuda római emlékeit. Mennyiben befolyásolja egyébként a most elinduló fejlesztés a múzeum működését? Igyekszünk azon lenni, hogy kevéssé befolyásolja a működésünket. Nyilvánvalóan ugye a múzeum előtti járdaszakasz kivitelezése során ott látogatóforgalmonban kellett, vagy kell majd változtatásokat végrehajtanunk. Nyilván a múzeum bejárata most ideiglenesen az Áhony utca felé fog átkerülni, de ami a múzeum belső területein zajló programokat, kiállításokat illeti, azokban változatlanul haladunk tovább, ezeket nem fogja akadályozni vagy befolyásolni a beruházás. Ilyen módon az idén több kiállítást is nyitunk, több időszaki kiállítást is. Az egyik mindjárt február végén fog nyílni, amely római utakról, utazás történetről fog szólni. Minden út Aquincumba vezet címmel fog megnyílni ez a kis kiállítás. Szintén időszaki kiállításra kerül majd sor koranyáron római gasztronómia témakörben, amely szintén nagyon izgalmas, és azt gondolom, hogy nagy érdeklődésre számot tartó kiállítás lesz. Illetve szintén a nyár folyamán érkezik hozzánk Horvátországból egy késő antik hajóroncsnak a leletanyaga, ami egy korábbi közös tervünk a megvalósítása lesz, ezt a Covid sajnos eddig nem tette lehetővé. A horvát kollégák jóvoltából lehetősége lesz arra a látogatóknak, hogy egy késő római tengeri hajónak az előkerült leletanyagát megtekintsék, amit természetesen ki fogunk egészíteni hazai víz alatti, illetve vízi kontextusból származó akvinkumi leletekkel is, hogy így aztán... Nem ilyen jellegű leletek vannak. Igen, hát azért vannak. Itt nagyon érdekes azt is figyelembe, vagy arra gondolni, hogy noha egy folyóról beszélünk a Duna esetében, aminek erős a sodrása, viszonylag rossz megtartó képessége van ilyen szempontból, hiszen az üledékképződés és a sodrás sajnos tönkreteszi az abba bekerülő tárgyakat, tehát nincs olyan szerencsés helyzetünk, mint akár az Adriai tengerben, vagy a földközi tenger más területein, hogy épp hajóroncsokat lehessen találni. Ugyanakkor viszont nagyon érdekes kikötői létesítményeket, valami miatt a folyóba bekerült, bedobált tárgyak azért elő szoktak kerülni. Így például vannak kikötői maradványaink, például a hajógyári sziget zónájából, ami valószínűleg a helytartói palotahoz tartozó kikötők, és itt például fa cölöpök maradtak meg nagyon jó állapotban. Vagy például a Mozaik utcánál szintén van egy híd főállásként azonosított épület maradvány. Ezeknek a faanyaga mind a mai napig szinte 2000 év távlatából nagyon jó állapotban van. Vannak olyan tárgyak, amelyek azért kerültek a folyóba, mert véletlenül beleestek, vagy beledobták őket. Ugye van egy sisakunk, egy nagyon szép késő római díszsisakunk, amely például szintén a Dunából került elő. Ez most is látható a múzeum állandó kiállításán, illetve olyan tárgyakat is be fogunk mutatni, amelyek valamilyen módon a hajózással, vagy a vízi úton történő kereskedelemmel kerültek Aquincumba, vagy egyáltalán jelentek meg itt. Így például nagyon sok hordónk van, fából készült hordónk, amelyekben eredetileg bort szállítottak, méghozzá zömében a Rajna vidékéről, tehát a Rajnán és a Dunán keresztül a katonaságnak szállítottak bort. Ezeket a hordókat aztán másodlagosan felhasználták, például kutakat béleltek velük, így aztán ezek megmaradtak számunkra. Vagy nagyon sok olyan kerámia edényünk van, amelyek importként kerültek ide, vagy innen utaztak a Dunán lefelé más délebbi területekre, vagy esetenként olyan megoldások
fotósokkal is találkozhatunk, hogy más úton, módon, részben folyón, részben szárazföldi úton ide került délszaki ételmaradványok, például osztriga kagylók megjelenés is nagyon érdekes tényező. Tehát én azt gondolom, hogy van jó pár olyan leletcsoportunk, olyan leletanyagtípusunk Aquincumban, ami azért összefüggésbe hozható folyóval, vízzel és egyáltalán víz alatti kutatásokkal, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez is majd el fogja nyerni a látogatók tetszését. Bízunk benne, hogy így lesz. Még arról egy picit beszéljünk, hogy mi történt januárban a múzeum falai között, mert hogy, ha jól tudom, akkor zárva volt egy kis ideig a múzeum. Mi történik ilyenkor a háttérben? Megpróbálják egy picit újra rendezni az állandó kiállításokat, felfrissíteni, vagy mondjuk ennek a nagy projektnek az előkészítése zajlott? Hát ebben az esetben elsősorban a projekt előkészítése zajlott, illetve hát minden esetben, minden évben vannak olyan generális karbantartási, üzemeltetési feladatok, amelyeket zárvatartás mellett tudunk megcsinálni. Ezeket mindig igyekszünk erre az nagyon évelei időszakra tenni, amikor az időjárási körülmények, illetve egyébként általában a látogatói szokások nem annyira, hogy is mondjam, frekventálják a múzeumot. Tehát ilyen módon a januári zárvatartás az most már az utóbbi néhány évben rendszeressé vált, ilyenkor el tudjuk végezni a különböző felújítási munkálatokat, illetve most például zajlik egy múzeumpedagógiai foglalkoztató helységnek a kialakítása, egy szinte eredetinek tűnő római taverna, egy kis konyhának a kialakításával, amit majd múzeumpedagógiai foglalkozásokat tudunk használni, illetve átépítés alatt van a pénztárunk, és egy új múzeumshopnak a kialakítása zajlik. Hát nyilván ezeket nyitvatartás mellett nehezen tudjuk kivitelezni, úgyhogy most éppen február közepén nyitjuk újra a múzeumot, és reményeink szerint a felújítások túlnyomó része, ami a tereket illeti és a romkert belső területeit illeti, addigra be is fejeződnek. Mi lesz majd az első nagyobb volumenű tavaszi program, amire várják majd az érdeklődőket? Idén is próbálunk minden olyan programot megrendezni, ami eddig is a múzeum repertoárián szerepelt, illetve mindig próbálunk új programelemeket is behozni. Hát nyilvánvalóan lesz florália, ugye ez majd május elejére fog esni. Nagyon reméljük, hogy két év kihagyás után, ami ugye a Covid miatt történt, most már idén meg tudjuk régi fényében rendezni a floráliát. De még ezt megelőzően áprilisban a történelmi vásárok rendezvénynek adunk otthont, ami tulajdonképpen egy hagyományőrzők bevonásával zajló fesztivál, ahol szintén vásárként, ahogy a nevében is benne van, vásárokkal és különböző hagyományőrző bemutatókkal egybekötött többnapos rendezvényről van szó. Itt nem csak római kori hagyományőrzők fognak, hanem más korszakokból szereplő hagyományőrzők is meg fognak jelenni. Ez korábban más helyszíneken megrendezésre került, de Aquincumban még soha, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ennek nagy sikere lesz, és egy jó rendezvényén növi ki magát. És aztán utána, ahogy közeledünk a nyári időszakhoz, egyre több különböző kisebb-nagyobb rendezvényünk lesz. Nyári táboraink természetesen, készülünk koncertekkel, nagyon reméljük, hogy a Keep Floyding ismét fel fog lépni nálunk, és aztán utána ugye, ókori tevékenységekkel összefüggő különböző szintén hagyományőrző rendezvények, fesztiválok, múzeumok éjszakája mindenképpen szerepelni fog. Óbudai kultét nagyon szeretnénk ismét, illetve a római fesztivált is valamilyen módon megrendezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden olyan programot, amit egyébként a múzeum meg szokott tartani, és tud is ezekre sor fog az idén is kerülni, hogyha a járványhelyzet megengedi. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt járt nálunk. Én is köszönöm a lehetőséget. Friss kultúrponttal, ahogy már megszokhatták, minden szerda este 8 órakor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!